Na szóval, csodás módon egy áramkimaradásnak köszönhetően a felvétel közben korrupt lett az egyik előző felvételem. Egy minibossról maradunk le összesen így ezzel együtt. De mindegy, mert amúgy sem ment annyira jól. Jobb is, hogy nem látjátok. Irány propeller lovag. Egyik legjobb zeneszám megint a játékban. Tudom, hogy ez nem mond sokat, mert mindegyik szám kitűnő. Baj, mert visszaesünk az előző részre. Ezen a pályán maga a pálya lesz a legnagyobb ellenségünk, szinte garantáltan. Ez itt az egyik kedvencem, ahol a játék megvakít. Személy kis varázsló. Ne! Ennek a pályának van egy széleleme. Majdnem annyira utálok, mint az előző pályának a jégelemét. Elnézést. És közben billentyűzetem mellé nyúltam. Ezt a pályát. És tényleg garantálom, hogy szerintem... Ezt tudom, hogy ez csak jellemző azokra a régi játékokra, amit az ásólovag utánozni próbál. Ahányszor valami eltalált. Tehát mindegy, hogy a támadás honnan ér, hogy a karakter, amit melyik irányba néz. Mintha az a kis visszalökés, ami bekövetkezne, az folyton húzna a legközelebbi lyuk felé. Ki fogok nyírni valakit, esküszöm, mert vissza fog most küldeni egészen a... Igen. És... Na. Istenem. Okay. Most az ágyugójuknak a becsapódásától
kell kitalálni, hogy a platform hol van, ami szuper. Időzítés. Au. Au. Mini boss. Szegények ott tekernek. Ha a földön vagyok, amikor becsapódik, akkor elkábít. Hogy idekeznem kell nem a földön lenni, ezért ugrok föl. Hát ott van! Felszedni szerintem a következő tárgyunkat. Igen. Ne! Ne! Kapzsi voltam. Ezért már nem megyek vissza. Igen, kérem. Előre tudunk repülni. Kis löketet ad. Hosszabb lyukaknak az átugrásáért. Kis horgászás. Feszültséget keltő tárgy ez a propeller. Na de tovább. Oké, használhatnám most itt a propellert, ha nagyon akarnám. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, ezek a medúzák pont úgy válnak ártalmatlanná, hogy pont át tudok menni rajta. Oké, ismét kedvenc rész. Nem tudok mit csinálni ezzel, mert... Komolyan! Okay. Így. És nem volt kedvem ezzel vacakolni. Visszamehetnék azokért a gyémántokért, de nem fogok. Na. Most pedig gyönyörködjetek az egyik irányban menő képernyő mellett. A másik irányba fújó szélre. És közben még... Ez a pálya egyenesen igazságtalan. Yeah.
gyere csak közelebb, hogy... Nem megyek vissza érte. Nem hagyom, hogy a kapzsiság győzöm. Jaj, de imádom ezt a részt is. Édes checkpoint. Még mindig nem a pálya legrosszabb része volt. Én mindjárt itt elkap közben ez a... Nem volt kedvem szórakozni. Tárgyak azért vannak, hogy használjuk őket. Igen, ez a legjobb rész most. Egyszer fölfúj, egyszer lefúj. Ja. És azt hiszem lefele erősebben fúj, mint fölfele. Itt pedig most megvariálja az irányokat. Egyszer oldalra, egyszer föl. Egyszer oldalra, egyszer föl. Oldalra, és föl. Oldalra, és föl. Oldalra, és föl. Most nem emlékszem, hogy pontosan mit kell csinálni, hogy ezt megúszom. Megint nem volt kedvem. Öcs. Boss. Propeller lova következik. Legkevésbé kedvenc főellenségem. Peti, kicsi, kék barátom. A nap lemente, hát nem gyönyörű. Gyere csak le ide, és szállj szembe velem, te giroszkópikus bolond. Oh, mi otthonba? A legénységem nem voltak vendégszeretőek? A hajóm nem gyönyörűség? Nem azért vagyok itt, hogy szórakoztassanak. El kell jutnom a végzett tornyába. Oh. Csupa munka, semmi szórakozás. Mi kár? Hát akkor... Angár! Na. Nézzük, hogy emlékszem, hogy hogy kell ezt csinálni. Ráugrok a fejére most, akkor pont nem jön ki jól. Feldob. Így viszont ilyenkor pont úgy jön. Elvileg meg tudom úszni a robbanásokat. Hop, hop. Egy. Szuper, és most lyukakat képez.
Nem, vagy gyere csak, ez az. Nem, nem fogsz belökni a lyukba. Így, igen, így föllöpost ilyenkor, és te a kardjára. Hopp! Ah! Egyből. Na ki a király? És hát ezzel bekövetkezett. Ez volt az utolsó boss. Úgyhogy miután megint elkaptuk a zuhanó pajzslovagot a rémálmunkban, a következő állomás már a végzett tornya lesz. Kívántok! Kincs! Tudom, hogy épp a szerelmem zuhan le. Legalábbis feltételezem, hogy a szerelmem. Soha nem volt igazán említve, hogy romantikus kapcsolatban lettek volna, de szerintem az úgy feltételezett mindenki által. Azt is bírom, hogy egyébként ásólovag nem tud normálisan felébredni, most nyomkodom az iránygombokat. Csak úgy tud fölkelni az ágyból, ha szó szerint kipattam. És ez szerintem az utolsó kajajegy. Nagyszerű. Hát... akkor... köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt tartottatok. Következő rész, végzett tornya.